A 2021. április 15-én közzétett másfél milliárd forint keretőszegű nemzeti újrakezdés program első pályázati körében. A magyarság összetartozásai szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésére, fejlesztésére és eszközbeszerzésének megvalósítására nyújthattak be pályázatot 300 ezer és 5 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatásra. A pályázat sikerét bizonyítja a 2021. május 14-i -e benyújtási határidőig a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-hez beérkezett közel 3200 pályázat. Most a Nemzeti Újrakezdés Program második pályázati kiírását ismertette a miniszterelnökség. A pályázatok kiírásával a kormány célja, hogy a külhoni magyar közösségek visszakapják életerejüket és lendületüket. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáit felelős államtitkárat köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Csakorom, jó estét kívánok! Ugye 2020-as év az a nemzeti összetartozás éve volt, és ott hát nagyon sokan, nagyon sokféleképpen, és jelentősen készültünk ugye a Trianon századik évfordulójára, aztán jött a világjárvány, közbeszólt, és rengeteg eseményt ugye szinte csak online formában lehetett megtartani. Összességében ezért hogyan értékeli a nemzeti összetartozás évét? Ez valóban így van. 2019. októberében döntött arról a parlament, hogy a 20-as esztendő, a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve a Nemzeti Összetartozás éve esztendeje lesz, akkor még nem tudtuk azt, hogy március közepétől gyakorlatilag egészen az idén májusig nagyobb programokat, rendezvényeket igazából nem lehetett megtartani, hiszen erre a világjárványra senki sem számított. Sokan másképpen képzeltük el a megemlékezéseket, de én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére a magyar közösségek bárhol a világban, itt a Kárpát-medencében, illetve a, a diaszporában összefogtak, és a szerényebb mértékben is, de és kisebb közösségben megemlékeztek, és ugyanakkor készültek a Nemzeti Újrakezdés évére, és arra, hogy a nyitásnak köszönhetően minél több helyen, minél több rendezvényt tudjanak tartani. Még novemberben, November 26-án a Magyar Állandó Értekezlet, illetve a Magyar Diaszpora Tanács szintén online ülés keretében döntött arról, hogy megfelelő optimizmussal egyébként, hogy az idei esztendő legyen a nemzeti újrakezdés éve. Ez mit jelent? Nemzetpolitikai szempontból, egyébként tudjuk, hogy mi az újrakezdés, meg a nyitás, azt most hál' Istennek hát megtapasztaltuk. Nyilván abban, abban bíztunk, és ezek a fórumok abban bíztak, hogy a járvány legyőzésével, újra indul az élet, a normális kerékvágásba vissza tud zökkenni, és azok a, a programok, amelyek 19-20-ig jellemezték a nemzetpolitikát, illetve azok a rendezvények, fesztiválok, amelyek világszerte voltak, és a, a magyar közösségek életében is évről évre visszatértek, ezeket újra meg tudjuk szervezni, le tudjuk bonyolítani. Ezzel a pályázattal gyakorlatilag... Ezt is tudjuk segíteni. Ugye, több pályázat, pontosabban egy -egy már, egyet már meg is érdettek. Ott milyen volt a jelentkezési arány, vagy mik voltak a tapasztalatok? Hát mi azt látjuk, hogy a másfél milliárdos keret összegre. 14 milliárdnyi pályázat érkezett be. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mint egy 8-9-es túljelentkezés van. Ez is azt bizonyítja egyébként, hogy mindenhol szinte ugrásra készen állnak a szervezetek, és mindenki abban bízik, hogy, hogy a járvány után valóban egy ugrásszerű fejlődés, jellemzi majd a Kárpát-medencét, illetve az egész világot, és ebben az erős magyar közösségek is benne lesznek. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ugye az elszakított területrészek is, az anyaország, ugye nem csak Trianon kapcsán, de például most a járvány kapcsán is megtapasztalhatóak azt, hogy milyen az elszakítottság, mert nem lehetett utazni sem, nem látogatni. Pontosan a területi területi. Azok, a, azok a határok, amelyek jellemezték a térséget, főleg a kommunizmus idején, azok gyakorlatilag újra visszaálltak, nyilván egészen másokok miatt, de a, a, testvérek, rokonok, ismerősök, testvér testvér településeknek a lakói, polgárai nem igazán tudtak egymással találkozni, és mindenki arra készült, hogy hogy a járvány legyőztével, az élet újraindulásával ezek a határok újra le fognak dőlni. Most azért látjuk, hogy milyen folyamatok vezettek el ide. Azt is látjuk, hogy a világ egyes térségei, országai más és, mód, más, és más módon reagáltak a, a járványra, és az oltakozási folyamat is más. Mi elmondhatjuk, büszkén mondhatjuk el, hogy Európában. Elsők vagy a másodikak vagyunk holtversenyben máltával ebben a folyamatban, de azért azt is látjuk, hogy a Kárpát-medence országai lassan, de biztosan közelítik meg ezt a szintet. Vannak olyan térségek sajnos, ahol jóval inkább le vannak maradva tőlünk, illetve más régiótól. Éppen ezért volt az, hogy a magyar kormány lehetővé tette a külhoni magyarság számára azt, hogy felvegyék az oltást itt Magyarországon június 19-től nem csak regisztrálni tudnak, hanem időpontot is tudnak foglalni a külhoni magyarok, illetve 22-től a határmenti régiókban élő nem magyar állampolgár és nem magyar nemzetiségű lakosok is élhetnek az oltási lehetőséggel. Ez egy óriási dolog. Épp ma hirdettek felhívást ugye a külhoni magyarok, magyar szervezetek számára a programok szervezésére. Pontosan mire lehet jelentkezni? Mekkora a keret? Itt a pályázati keret összegünk 500 millió forint. Itt arra készültünk, hogy kisebb rendezvényeket, de nagyobb számban tudjunk támogatni. Ez azt jelenti, hogy egy-egy szervezet 300 ezer forinttól egy millió forintos összegig tud elnyerni tőlünk támogatást. Annak érdekében, hogy a július 1-e és a december 31-e között megrendezendő programjait meg tudja tartani. Lehet jelentkezni a Kárpát-medencéből, illetve a diaszporából is. Kárpát-medencei szervezetek szervezetenként egy pályázatot tudnak benyújtani, míg a diaszporából, ahol több ernyő szervezet van, onnan több pályázatot is be tudunk fogadni. Azt mondja, hogy július 1 akkor nagyon gyorsan bonyolítják most minden jelentkezési, mind az elbírási Július, július 30-áig lehet, tehát ma van 28-a, Ma 11 órától lehet benyújtani a pályázatokat, illetve a felhívást 11 órától tudják olvasni, 30-áig tudnak pályázni nálunk, de visszamenőleges hatályú lesz, tehát július 1-től megrendezett programokra már tudnak elnyerni. Ezt Beszéljünk arról, mert ritkán beszélünk azért erről, hiszen már, már természetes, hogy az anyaország mind a kulturális életet, mind mondjuk a vallásgyakorlást, mind egyéb más fórumokon támogatja a magyar közösségeket, hogyha ezek a lehetőségek, vagy programok, vagy pályázati összegek nem lennének, lenne mondjuk Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, vagy kár olyan lehetőség arra, hogy kapjanak forrásokat erre? Én azt gondolom, hogy a programok egy részét biztos, hogy ennélkül a támogatások nélkül is megtartanák, megrendeznék, viszont büszkék arra, hogy Magyarország kormánya, Magyarország egyáltalán támogatja a, akár a programokat is, de a legtöbb esetben azt mondhatjuk el, hogy ha ezek a támogatási formák nem lennének, akkor ezeknek a programoknak a nagy része is elmaradna, illetve nem rendeznék meg. Úgyhogy nagyon fontosak ezek az összegek ahhoz, hogy a határon túli magyar közösségek újra erőre kapjanak, és újra a régi vitalitásukat tudják mutatni. Folyamatos a támogatás egyébként az oktatás területén? Természetesen. Ami érdekes, hogy a járvány ideje alatt elsősorban a fejlesztések, felújítások, nagy beruházások kerültek előtérbe. Ezek a munkák nem álltak le, tehát zajlottak az iskolaépítések, felújítások, óvodaépítések, építések, felújítások, templomokat rendbetették tették nagyobb, nagyobb ütemben. Magyarországon is azt láttuk, hogy az építőipar egyáltalán nem állt le, ugyanez volt jellemző egyébként az egész Kárpát medencére. Úgyhogy ezek zajlottak, a rendezvények viszont elmaradtak. Na most ezzel, ezzel illetve hasonló pályázatokkal ezt az őt kívánjuk betölteni. Egy Egyébként a testvértelepülések számára is nem sokára ki fogjuk írni a pályázatot. Az üldözött keresztény közösségért, megsegítésért felelős államtitkárság sokszor kap olyan kérdést, hogy miért éri meg Magyarországnak finanszírozni közel templom vagy iskola újjáépítését. gyakran hallom egyébként ezt a nemzetpolitikai programok kapcsán is. Miért éri ez meg hazánknak? Mi ezen nem gondolkozunk, hogy miért éri meg, amikor amikor egy anyától vagy egy apától egy gyermek vacsorát kér, akkor mi ezen nem gondolkozunk, hogy miért éri meg a gyermeket etetni. Úgy gondolom, hogy mindannyian egy nemzethez tartozunk, arról azok az emberek nem tehetnek, hogy nem a jelenleg ország területén élnek. Az alkotmányban, illetve az alaptörvényben foglaltak szerint nekünk egyébként kötelességünk, hogy a határon túli magyarságért felelősséget viseljük. És hozzáteszem, hogy ezt büszkén is tesszük, mert végre a tízes évek munkájának köszönhetően és a közös összefogásnak köszönhetően egyre inkább egységes nemzetben tudunk gondolkozni, és egységes nemzetről beszélhetünk. Államtitkár úr, köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.